vettem a bátorságot, és váltottam. Jó volt a kémia. -e. Jó volt minden. <laughs> Milyen komolyan dumálunk már. főként arra számítottam, hogy itt, itt szét fogom röhögni az agyamat, és eddig vele a legkomolyabb. Ah, csak egy <laughs> százalék. Szponzort vált valaki, és vagy csapatot. Ha úgy érzem, hogy az egész, akkor lépjek vissza. Az a célom most ezzel, hogy erről beszélünk, hogy ne legyen ez tabu. Miért, miért, miért? Nagyon lelkis gyerek vagyok. Okay? Hát ez már kit érdekel. Igen. Nem tudod, hogy jót csinálsz-e vele, vagy rontasz az egész helyzeten? Nagyon kilátástalan volt az életem, depressív depresszív hangulataim voltak, és ez egy olyan sport, hogy ezt egyedül nem nagyon lehet. Az első felkészítő mindig az első felkészítő Igen. lesz. Ez meg ezt a poharat, akkor te megeszed. <laughs> És felállsz a színpadra, meg lebarnítanak, az, az mindenért kárpótol. Folytak a könyveim, hogy úristen, de jó itt lenni. Ennek nem volt edzője, <laughs> vagy én nem tudom, mi van. Csak arra álmodoztam, hogy hú, egyszer el fog jutni odáig, hogy ne kelljen felvenni a munkásbagancsot. Sziasztok, én a Netflix, és üdvözöllek titeket újra itt a YouTube csatornámon. A mai a Fitcast Podcast hatodik epizódja. Mielőtt elkezdjük ezt az egészet, azt szeretném hozzátenni, vagyis leszögezni, hogy ezek a podcastek nem interjúk. Tehát nem az a lényeg, hogy én interjúztatom a vendégemet, ha bár róla is beszélünk, megkérdezek tőle, de ezek csak beszélgetések, kötetlen beszélgetések bizonyos témákról, és nem az van, hogy csak róla szól, hanem így mindketten elmondjuk a tapasztalatainkat. Szóval láttam, hogy nagyon sok komment érkezett ezzel kapcsolatban, megértem, hogy azt gondoltátok, hogy az interjú, de ez nem az. És ott van a leírásban és minden videónál, hogy ezek nem interjúk, hanem kötetlen beszélgetések, úgyhogy így nézétek ezeket. A a videókat. Még egy dolog. És ez az első epizód, amikor már ilyen hiper-szuper hangtechnikával rendelkezünk, kérem szépen, úgyhogy bocsánat, ha itt látjátok a kis vezetékek, meg ilyesmik, de hát mennyire jó már ez a kis mikrofon. Kanyáva azt írt az első epizódnál, hogy legyen már felirat, mert nem értél, amit mondom. <laughs> úgyhogy reméljük, hogy most nem fog kelleni, mert ilyen csodálatos mikrofonokat vettem. Már négyet. Nagyon <laughs> jó a dizájn, végre sikerült normálisan beszerelni, meg minden ilyesmi a problémákat leküzdöttük. Úgyhogy most már kezdődhet a hatodik epizód, ahol nem más <laughs> a vendégem, mint Liszkai Márk. Hello, hello. Szia Márk! Mutatkozz be kérlek a követőknek, hogy ők is picit megismerjenek. Jézusom! Sziasztok! Én Liszkai Márk vagyok, 25 éves, tartalomgyártó, testépítő, lehet ezt így mondani, nem szeretem az influencer szót, az már annyira, annyira nem. Öh, én egy vidéki kisvárosból érkeztem egyébként, Úgy egy teremben nyomjuk a csilibe, Uh, igazából ez a mindennapunk, szerintem neked is, mint nekem is. Konditermi edzések, versenyzés, videózás, és szerintem és itt ki is fújtam. És személyjegyzés, igen, de az csak ilyen hobbi. Az én azt hittem, az a fő. Nem, 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 nem. Ugye én, mivel egy kisvárosból jövök, Hon, ön, amúgy. Csongrádról jövök, ott ez ilyen nagyon pici, meg hát igazából mondjuk ilyen szegény város, és ott nem nagyon volt lehetőség, tudod, személyedzésre. Nekem mindig is álmom volt, hogy egyszer személyedző leszek, és akkor ugye. Ez ilyen bakancsi maradt. De és akkor jó. nyilván nem ez a fő kereseti lehetőségem, hál' Istennek, de mindig is egy ilyen álom maradt, és nekem az ilyen hobbi, úgyhogy szeretek bejárkálni, letartani Az jó elnyed, múgy, és... amikor még nem viszett túlzásba, de azért van és élvezed is. És... Mert nekem is ez volt, hogy tökre élveztem az elején, aztán... Igen, át akkor... lehet esni a ló túloldára, én, én annak a híve vagyok, hogy és nyilván, akinek ez a fő állása, annak az legyennek 20 vendége, és akkor Valószín. reggeltől estük, de én egy olyan ember vagyok, hogy én azért szeretek időt hagyni magamnak, szóval most reggel letartok néhányat, egy-kettőt, vagy hogy vagyok, aztán délután is visszajövök még nekem, az úgy tökéletesen elég. De az, hogy én reggeltől estük bent legyek, nem, az nem. Szóval Megértem. <gül> <gül> Na az és nem. mióta van a testépítés az életedben? Mióta? lett ez a testportod? Hát figyelj, igazából én 2014-ben kezdtem el edzeni. Akkor ballaktam el a nyolcadik osztályba. Nyilván, nyilván már előtte is ö, ismertem, csak akkor még édesanyám nem engedett. És akkor így ö, nagyon vicces volt, mert nyolcadik osztályból ballaktam és akkor ugye még ö, a suli elején ugye mindig küldtek egy, egy, egy ilyen ö, lapot, hogy tölts ki, hogy hova szeretnél tovább menni tanulni, uh -huh. mi akarsz lenni, hogyha nagy leszel, és így álltam fölötte, hogy... Igen. Jó, mondjuk, alapvetően nem nagyon tudja még akkor az ember szerintem, hogy mi akar Persze. lenni, de hogy itt semmi nem volt a fejembe, és így, tudod, ott volt bennem, hogy Úristen, akkor kukás leszek, meg ilyenek, talán, ilyenek voltak a fejem, hogy tényleg ennyire rossz ember lennék, hogy nem érdekel semmi, milyenek voltak a fejembe. De aztán elkerültem végül középiskolába, és ott, ott 9. Uh -huh. osztályban jött a az edzés, és ugye az így szerelemmel vált, tudtam, hogy én akarok lenni, és ez vitt végig az, az egész, a... az egész érettségén, mindig ebbe kapaszkodtam. És előtte volt más sportod amúgy, vagy, mindig, vagy csak, a, csak a kondizás volt az hát, első. Figyelj, mindig is szerettem sportolni, szóval atletizáltam, nagyon szerettem röplabdázni, meg kézilabdázni is, csak ugye, ugye középiskolában, amikor felkerültem ott, ahol jártam iskolába, ott ugye a, a, hát a tornaterem az Körülbelül akkora volt, mint most ez a, ez a terem, szóval így ez nem, nagy... nagyon, nem nagyon volt lehetőség ugye semmire, hát ilyen szakadt hálóval röplabdáztunk, úgy készültünk fel a megyeire, amit egyébként megnyertünk, és ki az is jutottunk az. az országosra, szóval nagyon jó volt, uh -huh. de, de az, az a sport lenne szerintem a top 1, hogyha a testépítés Röpi. nem lenne a röplabda. Az Igen, ez, ez amit nagyon sokan elfelejtenek, hogy azért... Hogyha űzöl egy sportot, nyilván te is azért élsportoló vagy, meg, meg így csőlátás, mint én is, és azért el kell fogadni, hogy csak egyet lehet tolni. Nagyon szeretünk sokféle sport, én a tehetnék minden a sportonik, mindenfélét, de amikor például már annyira izmosodtam, hogy mit én már 90 kiló voltam, de az így van, már fájdogáltak a térdeim, ugye a guggolásoktól, meg mindentől, hogy azért elmentem egy röplabda meccsre, és ugye én ütőjátékos voltam. És felugrok, leütöm a de ahogy így ledobantottam, már recsent a térdem, szóval így, így el kellett fogadni, hogy valamit valamiért. Igen. És én is úgy vagyok vele, hogy ha már nem leszek aktív, hogy nem akarok benne versenyezni, csak így már csak hobbi szinten. Akkor felkeresek egy röplabda csapatot, és akkor megyek röplabdázni, és strandröpízni. Nekem az amúgy a megoldásom, hogyha esetleg nagyon besokalok az edzésektől, meg már ettől az egész monotonitástól, hogy mondjuk elmegyek egy táncedzésre, hogy legyen valami változatosság. Most mondjuk azt tervezem, hogy elmegyek teniszezni, mert még soha nem teniszeztem. Úgyhogy ez nagyon jó lenne kipróbálni. Úgyhogy néha azért jó megszakítani, mert azért kell, meg tudja útni az ember. Kell, egyébként. Nekem joga van terve. Igen? Én jogázok, igen, mert ugye uh -huh. hát azért, azért. <laughs> elmentek megnézni? Simán. elmentünk együtt is. Hát nem tudom, nekem azért, mert ugye nyilván testépítőknek egy nagy hibája, hogy nem szóval nagyon szoktak nyújtani, és azért ugye világ életemben... Beszél magad nevében? Jó, fér, férfiakról beszélek, akkor maradjunk igen? annyiba hogy már most annyira kihatással van a mindennapjaimra ez a kötöttség, hogy így el kellene vele menni foglalkozni, mert ugye én mindig is egy ilyen nyúlékony gyerek voltam, ment a spárga, felrúgtam a fejem fölé, minden meg volt. Nem mondod? Esküszöm. És akkor jöttem rá, hogy kötött lettem, mikor az edzőit csináltam, akkor ugye egy nagy teremben voltunk, és le kellett ülni törökülésbe. És nem tudtam leülni törökülésbe. Nem is tudtam leülni. Az mondjuk egy elég erős jel. Igen, hogy és nem akkor jöttem rá, nem hogy az igazi. Óha, valami. Hát igen, mert úgy itt a külső farizom meg minden, hát, annyira, minden. annyira meg van kötve, hogy így. Hát és hát, hát igen. ugye nyilván az a, az a kategóriám, amiben én szeretnék menni versenyezni, ott azért Milyen kategóriában amúgy? Klasszikba szeretnék. Azt a... Klasszik. és, és, akkor, ha jól emlékszem, akkor jövőre, vagy már az idén? Idén. Már idén, ősz... idén szeretnék ősszel. Aha. Azt a... Ja. De jó. És a, hát akkor nyáron kezdődik a diéta. Így van. Hát olyan Akkor még van Van, van, úgyhogy még szeretnék legalább egy, ilyen minőségben egy 3-4 kilót hízni, és akkor az azt mondom, hogy az már patika. Úgy Mert ugye jó. nekem a tavalyi évem az kimaradt. Akkor éreztem azt, hogy ez már egy kicsit uh, ilyen, tud, ilyen megfelelési kényszer volt, akár mondjuk a szponzorom felé, ami csak az én fejemben létezett, hogy fu hát versenyezni kell, meg ilyenek, és hogy egyébként rohadtul nem, rohadtul nem kell. De hát nyilván ezután eljutott a tudatom, és nekem egyszer egy uh, testépítő azt mondta, és nem nevezem nevén, hogy ha úgy érzem, hogy kín az egész, akkor lépjek vissza, hagyjak ki egy szezont, mert ki fogok égni teljesen. Úgyuk... Amúgy én is azt érzem, hogy ha van egy pici szünet, akkor sokkal jobban értékeled azt, hogy milyen jó az, amikor van a felkészülés, és akkor három-négy szezont lenyomsz zsinórba, akkor meg már hát, nem annyira várod azt a felkészülést. Igen, meg úgy, itt, itt van ez sokszor, hogy Á, nincs kedvem felkelni, nyolc-kilenckor reggelizni, meg kajálni, meg amúgy. Ezért. Máskor, meg, mikor még nem ezt az életet éltem, akkor reggel négy órakor keltem munkába, és ugyanúgy megcsináltam a kályám, és arra lámadoztam, hogy hú, egyszer el fog jutni odáig, hogy ne kelljen felvenni a munkásba karancsabb. És, szóval és Ezért ilyenkor... foglalkoztál ezelőtt? Én ezelőtt ezelőtt, ezelőtt légtechnika szerelő voltam. Nyilván ott vidéken, amire lehetőség volt. Hát, Persze. Kőműves mellett dolgoztunk, ács mellett dolgoztunk. Hát én, én emlékszem, hogy a, amikor a, az első szponzorom jött, akkor tetőn dolgoztam, úgyhogy le voltam égve, minden bajom volt, és kilátástalan volt az életem jelenleg. Azta. És ja. az első szponzor a Pürgo volt? Így van, a Pürgog volt az első szponzorom, meg a leghosszabb is, mert több mint három és fél évig. Nyomtuk együtt az ipart, ami szerintem egyébként nagyon jóra sikerült, mert ugye én voltam az első szponzorált atléta, én voltam a legelső, és akkor nyilván én álltam ki az emberekkel, hogy na itt a Pure Gold, ez, ez higgyétek el, hogy jó. Kaptam hideget, meleget akkoriban, de egyébként kitartottam, és egyébként már most nem ez a szponzorom, de azért valljuk be, hogy azért, azért jó helyen van most a, a Pure Gold. Úgyhogy já, emlékszem, hogy tetőn dolgoztam, egy ács mellett dolgoztam akkor éppen, és ö, ilyen nagyon kilátástalan volt az életem, ö, depresszív hangulataim voltak, és nagyon-nagyon céltudatos ember vagyok, de akkoriban kicsit úgy megrecsentem, és úgy voltam hogy hát vajon lesz ebből a testépítésből valami, vagy sem tudod, akkor már eljutottam egy ilyen szintre, és emlékszem, hogy ö, akkoriban pont annyira volt pénzem, hogy pont láttam a Pure egy ilyen fizetett hirdetését, hogy most jött be a cég, akkor jött ki, 3995 forint volt egy kiló fejére. Ó, mondom, hát ezek hát, hát. akkoriban még annyira volt pénzem, mondom, akkor nézzük meg. És ugye kipróbáltam, és nagyon tetszett. És ugye én olyan ember vagyok, hogy ami nekem beválik, azt szívesen ajánlom másoknak És akkor így kiraktam a követőimnek, hogy de semmi olyan szándék nem is volt bennem, hogy most ezzel meg fognak keresni, vagy bármi, csak kiraktam, hogy hát, srácok, gondoljátok, vegyetek ti is, mert meg kurva jó. jó. És akkor ugye eltelt egy hét, és akkor ugye meg is kerestek telefon, hogy látták azt, mondod. Hogy én kiraktam. Egy hét után? Igen. Egy hét azt után, tehát én, ne tudnak, hogy mi, mennyire régóta én már, mikor még otthon laktam, a szüleimnél, már akkor is májproteínes termékeket használtam. De És én otthon magamnak, így a szobámban csináltam a kis haul videókat, yeah. ilyen unboxing, story minden, de közöm nem volt még a, a... a követő számba, se semmi a, a, ahhoz, hogy én szponzorált mm. versenyző legyek. <laughs> és, és így nekem nagyon sokáig tartott is ez, hogy neked egy hét annyira durva, nekem szerintem több évvel telt, én már felkerültem Pestre, tehát szerintem ilyen két-három évig én nyomattam, hogy mindig megosztottam, meg jelöltem őket, mindent hát akkoriban, ak nem tudom, hogy hogy van, de akkoriban még azért nem voltál ennyire ismert, hogy voltál. Nem. Azért mondom, hogy én akkor már... Te már akkor én ismert a, voltál? Én, én akkor már, hát nem annyira, de akkor már azért egy... Most nem is tudom, hogy akkoriban hogy volt, egy 150 ezeren követhettek akkor a azt is, azt is látniuk kell egyébként a nézőknek is, hogy tudják azt, hogy már most nem az a, nem, nem, az a vilá, nem azt a világot éljük, hogy csak a sportolókat uh, szponzorálják. Igen, hanem amúgy én akinek sem sportolóként jó... lettem. Hát én sem. Beválaszol. Nem? Hát, hát nem, hát szerinted akkor... Ja, hát, hát akkor még tetőn még, dolgoztál. Én még tetőn dolgoztam, se egy verseny, nem volt kilátás, semmi. Ezért mondtam is az elején, hogy ilyen megfelelési kényszerem volt, hogy versenyezni kell, mm -hmm. meg izé. Utána ezt így elfogadtam, meg rájöttem, hogy nem csak ez az egész. Nem sem, mint sportoló, hanem ilyen lifestyle-szerűségbe persze, persze. kerestek meg, és indult el a közös munka. Viszont én azt érzem, hogy most már áttértem inkább a sportoló, az atl rendes atléta vonalra. Én azt mondanám, hogy a kettő közt vagy valahol ötvözve. Igen? Igen, azért, mert szerintem már, már nincs az, mint régen, hogy csak, csak testépítés, csak ilyen, mert most valljuk be, azért az unalmas. Igen, én is mindig unalmas. nézem, hogy az is most reggel néztem, hogy most raktam ki a tegnapi edzést, már megint raknám ki a mait, hát ez már kit érdekel. Igen, Na és arra gondoltam még, hogy ma arról beszélünk, hogy egy kicsit tabu témának érzem azt, hogy szponzort vált valaki, és vagy csapatot vált valaki, és te mind a kettőben részlettél, vagyis ér, érintett vagy. Úgyhogy arra gondoltam, hogy erről picit beszélhetnénk. Nyilván nem kell részletekbe menően, csak hogy ugye általánosságban próbáljunk meg erről egy picit úgy beszélni, hogy ez ne legyen tabu, és egy picit az emberek is uh -huh. kezeljék ezt úgy, hogy mindenki életében vannak változások, meg kell hozni döntéseket. Csak ezek azért tűnnek nálunk ilyen nagyon drasztikusnak szerintem, mert sokkal több ember látja. Igen. És csak ezért ennyire drasztikus egy egy ismeretlen, idézőjelben, átlag hétköznapi ember elmegy egyik munkahelyről a másikra, semmi nem történik. Igen, egyébként, egyébként én ezt úgy látom, hogy ugye van egy szponzorod, és te ezt kommunikálod az emberek felé állandóan, tolod nekik a hirdetéseket, ilyen akció van, ez van, az van, az van, és te elvárod, ergo, hogy bizalmat szavazzanak neked. És Igen. ez megalakul, ez tök jó. Van egy szponzorváltásod, Nekem mondták ne nem mondjál semmit, változás kész. De figyelj már, hogyha te elvárod azt, hogy bízzanak benned az emberek, igen. akkor neked köte kutya kötelességed Én is ezt érzem. őket is beavatni, mert magánélet, de nem mag ez nem magánélet. Érted, mert hát alapból az influencerek, az influencerek, <laughs> meg az ilyen tartalomgyártók, érted? Minden, mindenük kint van, és, igen igenis van joguk ahhoz, hogy tudják, hogy konkrétan igen. mi a fasz van. Én is azt érzem, hogy tényleg kötelességünk erről beszélni, ha nem is mondasz el mindent, hogy egy forinton múlott ez az egész, Persze. hanem csak, hogy képbe legyenek, hogy Persze. ne egyik pillanatról a másikra, mert hiába nem beszélsz róla, az még lehet, hogy negatívabban csapódik Persze. le, mint Bőven. hogyha beszélsz róla. Bőven. Én is ezt éreztem a csapatváltásnál, mert abban én is érintett vagyok, és gondolkoztam ezen, hogy most erről beszéljek, vagy ne beszéljek, hogy most mi Szerintem, legyen. Minimálisan, minimálisan kell, csak tudni kell ezt, is nyilván kommunikálni, hogy nem úgy, hogy a másikat köpködjük, mert Igen. azért valamiért mégis ott voltál egy darabig, de most azzal nincsen baj, hogyha külön válnak Igen. az utak. Nem is az. Én viszont azt gondoltam, hogy egy pár napot várok, hogy ez lecsillapodjon, meg tisztázódjon bennem, és, és én például beszéltem az előző edzőmmel is, és a mostaniával is, hogy hogy kellene ezt kommunikálni, és hogy senki ne sérüljön. Persze. Az nagyon fontos szerintem, Persze. mert uh, neked is érdeked az, hogy ne köpködjenek utána rád, Persze. mert abból csak rosszul Igen. jössz ki. Igen, meg hát senkinek nem jó, hogyha rossz ízzel megy el, érted? Szóval Igen. szerintem ezt még nem nagyon tolják itt, hogy így elmondják, hogy na miért volt ez, miért volt az. Igen. Mert évekkel ezelőtt, most nem akarok neveket mondani, csak ilyen posztokat látunk, hogy egy nap még itt volt, és akkor a következő nap köszönöm az eddig szponzoromnak, most már az új, és akkor itt van ez, és akkor mindenki. Mi Igen. Van akkor, vagy de már ez is csoda, hogy egyáltalán ezt kirakták, mert Igen. én olyat is látok, hogy egyik nap ez, semmi, közlés, semmi, Igen. másik nap már az. Igen, ja, és ennyi. Az úgy egy kicsit meredek. Ja. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy azért ennyibe tartozunk a, a követőinknek. Én. Nekem volt még tavaly előtt, akkor is a, a Pjurgótól én kiváltam és akkor átmentem ugye a MyProteinhez. Tényleg? Volt egy, ilyen, kilenc egy ilyen, egy ilyen Ó, erről én nem is emlékeztem. <laughs> Pedig még ott is ült, a, követők a, követők a nem biztos, is hogy szintén. tudják, nem biztos, hogy mindenki tudja, szóval már eleinte pure volt, utána jött egy kicsit hozzánk a MyProteinhez, és most aztán visszatértél a Pure Visszatért Goldhoz. igen. Nálunk mennyit voltál? Három hónapot voltam csak. Mm -hmm. Szóval egyébként a szponzorváltás akkor, akkor nagyon rosszul jött ki. Nyilván megromlott köztünk a kommunikáció, voltak félreértések, is. ahelyett, hogy megbeszéltük volna. Mindenki ment. felállt az asztaltól. Mindenki felállt az asztaltól, és akkor, és akkor a mindenki, amerre lát. És úgy általában nem ezekből olyan. a félreértésekből? Igen. És sokat tisztább lenne a dolog, hogyha. Persze, persze. Le lenne csak hát nyilván a cégnek is kurva sok dolga volt, persze. én is így el voltam, és akkor ment az idegesség, és akkor így volt egy ilyen meggondolatlan csapatváltás, vagy egy szponzorváltás, ami nekem azért volt meggondolatlan, mert, mert én úgy váltottam akkor a myprotein hogy én soha nem is használtam még előtte terméküket. Soha. Azt mondjuk, hogy meredek. Nagyon meredek volt és uh, nyilván átigazoltam, ú, uh, tök jó, tök király. Igen, voltunk és... is együtt csapatépítő. Ja, 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 igen, az a biciklitúrán. Bici igen. Biciklitúrán, Bicikli, igen. igen. Az nagyon jó volt egyik. úgy leégtem, mint a szar. Minden ember más. Én, én, olyan ember vagyok, hogy én sok mindenre vagyok finnyás, sok minden nem, nem úgy nem mindenre nem minden, nem minden újra a szervezetem, ahogy kellene. És időközben ez így kiütközött nálam. De ezzel nincsen semmi baj. Persze. Mert ez be kell látni, és inkább én, én olyan vagyok, hogy nem, nem tartom ezt magamba és ó, jó, van ez, hát majd mindegy. Ja, nem beszélek róla, csak kirakom a képet. Igen, én nem igen. is használom, csak ott van. Így van, így van. Szóval én, 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 én egy olyan ember vagyok, hogy amit mondtam az elején is, hogy ami nekem jó, azt hitelesen tudom eladni. De hogyha valami nekem nem jó, akkor ezt nem tudom. És akkor nyilván közben én így ö, beszéltem a pílgoldosokkal, és akkor itt nagyon sok mindent letisztáztunk. Azt sem, hogy ekkora hülyeségem ment el az egész, meg így. Ó, tényleg, abszolút hülyeség volt az egész, és akkor nyilván én megbeszéltem ezt a, a MyProtein-es rákokat, hogy nézd, amúgy nem érzem azt, hogy én ezt hitelesen tudnám eladni. Másrészt megbeszéltem a, a srácokkal, hogy mi a helyzet, mm -hmm. és akkor én vissza is kerültem. De ott, ott, ott már nem volt egy rossz helyzet. Figyelj már, ha nem szeretnéd, meg nem érzed jól, nem, hát akkor ne is a nyom, Persze, hát így van. És ugye itt, itt, itt a legtöbbször mindig azt hiszik az emberek, hogy ha van egy szponzorváltás, akkor az csak azért van, hogy több mert, a pénz. Ö, ja, meg, mert összevesztek, kitiltották, megutálták. Igen, <síthat> igen. De általában én ezt szoktam kapni, hogy biztos azért váltottál szponzornak, hogy jobb a lóvé, meg izé. És elmondom, hogy soha nem azért váltottam. Soha. Én is egy csomóan megkerestek, több cég is, de amúgy ez rittig olyan, hogy én több évig osztottam meg magamtól nulla szponzorral, majd jött a MyProtein, leszerződtem velük, eltelt egy hét, jött a BioTag, jött a Jim mondom, ezt nem hiszem és egyből jött mindenki, és azóta is jönnek próbálkozások, de én, én viszont nagyon elégedett vagyok a myprotein és nagyon szeretem a termékeiket, úgyhogy így azt érzem, hogy hitelesen Persze. tudom ezt... Ö, képviselni. Persze. Viszont a pénz, az szerintem az nem az első között van, mint szempont számomra, az, hogy nem. hogy hiteles legyen hozzám a termék, az egész márka, hát az persze. fontosabb. Persze, hát nekem így romlott meg már most így az utóbbi néhány hónapban a Pure való együttműködésem, és hogy fogalmazzak szépen? <laughs> Ö, nem amúgy ez most tényleg nehéz. Nagyon nehéz, mert, mert amúgy meg Amúgy meg egy nagyon jó cég, én úgy gondolom. Szerintem itt így... amúgy nincs is rossz cég a Tábkiek márkák között. Tehát mindegyik felé nagyon nagy tisztelettel vagyunk, persze, szerintem ez egyértelmű. Termény. Mindegyik de terméket használunk. Az, az a célom most ezzel, hogy erről beszélünk, hogy ne legyen ez tabu, hát persze. hanem lehessen erről beszélni, úgyhogy semmi negativitás nincs egyik cég felé sem, csak hogy az átlagember szerintem. Én mielőtt szponzorált lettem, engem tökre érdekelt volna ez, hogy ez hogy működik, vagy mi a vélemény erről másoknak, akik már ebből benne vannak, szóval Persze. ezért csináljuk most ezt. Szerintem az a legjobb stratégia, hogyha egy tápkiek cég a sportolókat is nézi meg az átlagembereket, embereket. Ugye, Igen. Csak hát nyilván hol melyiken van nagyobb árrés, Igen. ezt mindenki döntse el maga. És én azt láttam már az utóbbi időben, és azt éreztem, hogy így... Nem az a célközönség, ami, 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 ami felé én szeretnék menni. Uh -huh. Most lásd, kijött már 40 fejér a kollagén, meg rengeteg ízű fehér, ami tök király, nagyon jó. Hú, amúgy náluk, náluk van szerintem a legtöbb íz. Így van, így van, így van közül folyamatosan. Büttel. Jobbnál jobb ízek, szó se róla, de viszont még odáig nem jutottunk, hogy legyen egy gurting. Vagy egy saját övünk. A ruhákról nem beszélek. És és én ezt többször felvetettem neki, és hát nyilván az volt a válasz, hogy nem ez a célközönség. Uh -huh. Amivel még egyszer mondom, semmi baj nincs, hát oké, okay, hát minden márkának a más, más, persze. más persze. 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 De én nem vagyok köteles ebben tovább így itt maradni, mert én úgy érzem, hogy nekem ez már nem hiteles, mert én nem tudom így De nem ebben veszel részt? Így van, meg, meg most, ha csak egy kicsit is mélyebbre ásunk a testépítésben, vagy versenyfelkészülés, stb., ugye most is, ahogy én is készülök, azért... Rengeteg fajta edzés előtti közbeni vitaminok, energeti, mindenféle cuccukat használok, és amikor már azért. Amíg hozzátesznek. Amíg hozzátesznek, persze, és amikor ö, már össze kell állítanom a pakkot, hogy na, hogy és. Mindent a gymről, mindent a kellett vegyek, és ott ott jött az igazi törés szerintem, mert tudod, én nagyon lelkis gyerek vagyok, és ha előveszem a táskámba, akár a terembe meg bárki hogy kiveszem is ott a ott csimtelek. Én, én azért úgy, nem is idézőben nem merek, mert tudom, hogyha alapból bennem is lesz egy rossz érzés. Valaki meglátja, akkor azt gondolja, hogy úristen, de átlátszó meg két színű, nem is azt használja. És akkor felé is lesz egy negatív érzés, meg a cég is, hogyha esetleg valaki még le is az, mert képesek, Persze. lefotozzák, hogy nálad van, és akkor a céghez visszajut. Persze, de egyébként az azt, azt, azt lássa mindenki, hogy azért vannak olyan termékek, amit nem a szponzorodtól fogsz... Igen, azért uh, vannak mondjam, esetek, vannak, persze. Vannak, persze. Hát nálam is előfordul, hogy másonnan kell. Persze. Vagy a, mondjuk ugye a Mák csak webshopja van, és nekem Azonnal, Azonnal kell, kell mondjuk aznap, akkor be kell mennem egy üzletbe, persze. és hát ez, ez, van. ez egy ilyen dolog, persze, csak én ugye tudom, már úgy voltam vele, hogy toljuk a videókat a, a, a TikTok oldalra, meg minden, és így már nem éreztem azt a, azt a tüzet. Uh -huh. És ezt ők is látták rajtam, meg nyilván a követőim is, mert például decemberben egész hónapban semmit nem posztoltam róla. Ez meglátszódott mindenen. Az eladások, eladásokon, minden. Igen, meg valamilyen szinten ez már tudatos volt, mert tudod, nem úgy akartam ezt az egészet, hogy na, december 28-án még lököm, hogy na, nyomjátok a rendelés, és akkor 30-án meg bejelentem, hát amúgy elmegyek. Igen. Szóval így én ezt, ezt így valamilyen szinten tudatosan próbáltam Ez már ezt így, jó, így, hogy ezt így tolni, hogy ö, valamilyen szinten a hitelesség azért megmaradjon, mert szerintem ennél hitelesebb nem is kell legyen az ember, mert elmentem hozzájuk, elmondtam az én nézeteimet, ők elmondták, hogy ők hogy látták, ők, Elfogadták az én nézeteimet, én elfogadtam az övéjüket, megbeszéltük, ráztunk, és akkor már nem volt rossz való ö, elköszönés, és akkor így úgy tudunk visszaemlékezni, mint egy nagyon jó kezdetre, mert ettől függetlenül, ugye, mint egy-két kommentet nyilván kapok, hogy hitelentő hát kutya, meg, izél, meg hogy oda-oda mész, ahol több a lóvé. Egyébként nem kapok több pénzt, most ezt így nyíltak ki, mert nem kapok több pénzt egyébként a Jim de hogy csak azt itt tisztázuk. Én úgy tudok visszatekinteni, hogy én hatálás vagyok, mert és én, emlékszem, fontosan, én hogy... emlékszem arra, hogy tetőn dolgoztam, és élni nem volt kedvem, és akkor itt van előttem az a telefonbeszélgetés, amikor feljött a, a tulaj, hogy akkor na ez meg ez vagyok, a proteintől, és így, így érted. És, és egyébként ők változtatták meg ilyen téren az életem, mert mert akkor lett egy olyan függetlenségem, hogy azt csinálom amit akarok, nem kellett többet felvenni a munkásbakancsot, stb. Szóval így, így ö, szerintem életem végéig hálás leszek nekik, és ezt ők is tudják. Viszont be kell látni, hogyha minden, minden ember változik. Én is, hogy egyre idősödök, változók, mások a nézeteim, hogy nem egymást keresek. Igen, meg nem ugyanúgy látod egy idő után a világot. Így van, így van nem ugyanúgy látjuk. Vettem a bátorságot, és váltottam. Most? Hivatalosan is gyimbimes vagy. hivatalosan is gyimbimes vagyok, igen, amit én nagyon-nagyon szeretek, mert végre minden terméket meg tudok egy helyről rendelni, minden termékkel elégedett vagyok, meg hát az sem utolsó, hogy nagyon sok olyan atléta van ott, akikkel mondjuk én szeretnék videózni, vagy Bájlás Kökény Béla, ő most ugye a felkészítőm, ő is gyimpimes, és ugye most, amíg más szponzorod van, addig olyan ecces ezt így megoldani. Igen, tudok, amúgy hogy... én ezen gondolkoztam is, mert szerintem hozzám előbb jutott el az a hír, hogy te Kökény Team lettél, és utána az, hogy és akkor még így azt gondoltam, hogy és akkor ez most hogy lesz, hogy akkor de és akkor a GymBeam, és igen. mi van? És akkor utána láttam a posztot, hogy, hogy akkor te is gymbeam és akkor úgy már gondoltam, hogy ez, ez így igen. most már jó lesz. Kicsit igen, egyszerűbb igen. lesz. Persze, igen. jó, ez lehet, hogy csak az én, én szemszögem, de most az, hogyha most két szponzor megjelenik egy videóba, ez nem olyan leget rengetően gáz. Igen, szerintem se. Úgyhogy remélem, hogy nem lesz ebből a videóból nagy baj. <laughs> nem kéne, hogy legyen. Most érted, most felveszünk egy közös edzést, és akkor most ő éppen, tudom, én akkor még pure goldos lettem, ő egy jimmy mesbe. Hát mindenkinek megvan a maga szponzor, Igen. kész. De nyilván el kell fogadni, hogy ezt ők nem így gondolják, ott a fentiek. Ne is legyen benne, jó, hát akkor nem lesz benne, csak úgy így necces, hogy bármilyen videót összedobni. Én a sima fehér pólóban legyél, ne legyen rajta legyen legyen az, És akkor ne beszéljetek erről, ne beszéljetek arról, és akkor, mert nekem én a legelső, az az volt, én egy Jimmy Mesh Csajszival akartam egy videót csinálni, és akkor az, és akkor az. Ach, eh. <síns> és akkor ennyi volt a válasz, hogy hát más szponzor nem nagyon más. Úgyhogy most itt vagyok, jó időben, jó helyen a legjobbakkal, úgyhogy ezért is nagyon hálás vagyok, mert annó nem mertem volna egyáltalán még csak a gondolattal se kacérkodni, hogy na, ilyen egy leszek. igen, én... meg szerintem a váltástól is nagyon sokan félnek. Hát persze, tudom, hogy gyomoridegen most, volt. Igen, nem csak ez, ezen a téren, hanem akár egy hétköznapi tényleg a munkaváltásba, vagy ö, iskolaváltás, vagy bármi Hát, hogyha ilyesmi. azt nézed, egyébként, ez munkaváltás igen. Ismer neked ez a munka. Igen, és, és tök nagy feszültség, vagy így örlött magadban. Nekem persze, mit a csapatváltásnál ugyanez volt. És és, és, és egyébként az a megnyugtató, hogy állandóan dobálják nekem az üziket, hogy rendelnek a kódomat, és mindig Igen, kirakom őket, mert, mert, mert tényleg olyan durva, hogy így elmondtam az én nézeteimet, és mondjuk lehet, hogy az egyik követőm a három és fél év alatt a pure használta, de ő hisz bennem, és elszi azt, amit én mondok, és akkor jó, hát akkor váltok. Igen, ez annyira jó. Úgyhogy küldj, küldjétek, hogyha vásároltok a linkemmel, vagy mártok a, kódjával, a ez. mert ez tök jó visszajelzés nekünk. Jó Igen, persze. tök jó érzés. Én nagyon-nagyon szeretem, mikor elküldik, és ha nem is rakom ki, de mindig válaszolok. Igen. én ezekre Igen. kifejezetten figyelek, hogyha valaki elküldi, hogy vásárolt a kódommal, a linkemmel, akkor a arra mindig válaszolok. Szóval, mert hogyha ő odafigyelt arra, hogy egy fél percig gondolt rád, mert igen. neki azért nem egy óriási haszna van abból. Nem, egyébként ezt, bocs, hogy vágok, de hogy ezt nagyon sokan félreértik, ezt a kuponkódos dolgot. A kuponkód nem arra van kitalálva, hogy te extra kedvezményt kapj, hanem az, hogy te neked egy szimpátia az adott ember felé, igen. hogy te őt támogatod. Igen. Nem az az 5%, vagy a Pyorgodnál mondjuk, ami 1% volt az Igen, nálunk helyese. is így van, hogy a myprotein en a fő oldalon mindig fut az akció, tehát mondjuk van egy 40%-os akció uh -huh. alapból az oldalon. De hogyha a Linkemmel vásárolsz, akkor 41% pluszba. Tehát, hogy nem, nem egy eget rengető összeget fogsz ezzel sporolni, Nem, hanem ez mégis szimpátia. az érzés, igen. Így van, és így voltam, amíg mondjuk én nem voltam Jimmy meg de mondjuk. Tudtam hogy kinek hol van kódja, lehet, hogy nem beszélek vele minden nap, de tudom, hogy ez neki jó, érted? És én 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 beírtam ugyanúgy. Így szóval így, így, nekem is ugyanígy beírják, én is ugyanúgy. Csak tudod, mindig szoktak én, csak Hát, bocsánat. De haver, ez, Ennyit ez tudtam nem, intézni. Ennek nem ez a lényege, érted? <laughs> Milyen komolyan dumálunk már? Nálad főként arra számítottam, hogy itt, itt szét fogom röhögni az agyamat, és eddig veled a legkomolyabb a beszélgetés. Szóval az intróban nem is fogok tudni ilyen nevetéseket vágni. Nem vagyok egy hülye gyerek, úgy gondolom. Repedezik a <laughs> Szóval én nagyon szeretek majonkodni, mert ilyen a természetem, de amúgy, ha meg komoly dolgokról van szokva, meg átszellemülök, és toljuk mind az állat. Tehát a szponzorváltás az olyan, mint másoknak egy munkahelyváltás. Ugyanúgy nekünk is feszültség és folyamatos stresszelés előzi meg szerintem a váltást, és nagyon hosszú ideig gondolkozik rajta az ember. -e. És ugyanígy van, volt nálam a csapatváltásnál is, tehát nagyon hosszú ideig gondolkoztam ezen, és örülödsz rajta, és nem tudod, hogy mi legyen, és nem tudod, hogy jót csinálsz-e vele, vagy rontasz az egész helyzeten, vagy most összeomlik az egész kártyavár. És, és kicsit tanástalan is vagy, és akkor miután megléped, akkor már nyilván jó, de előtte azért az Persze, stresszes. Azért, Te Hogy élted ezt meg? A csapatváltás az egyébként úgy volt, hogy én az utolsó szezonomban én már egyedül készültem. Nem el. mondod. Az első két szezonban készültem, ugye Kristo Andrével a, a krikócsapatban. csapatban. Nyilván nehezen hoz meg az ember egy ilyen lépést, mert azért az első felkészítő mindig az első felkészítő igen, lesz. És én is ezt érzem. Szerintem, aki nincs benne, azt elmondhatom azt, hogy az első felkészítő az életedben az olyan, hogyha azt mondja, hogy ez meg ezt a poharat, akkor te megeszed. Abszolút. Mert azt is elhiszed neki, lesz, hogy, hogy, voltam, hogy az a radiátor fánkból van, mert azt mindent úgy csinálsz, hogy ő mondja, és ha azt mondja, hogy 20 percenként ihatsz meg egy pohárvizet, akkor te 20 percenként fogsz egy pohárvizet meginni, és aki nem így áll a felkészítő edzőjéhez, az, az, annak nem is érdemes csapatban dolgozni. Igen. Szóval így, így nehéz volt nyilván a váltás, mert nyilván első volt, és, és nyilván én is egy olyan ember vagyok, hogy az egy hűséges típus vagyok minden téren, és nehéz. De nyilván folyamatosan fejlődünk, egyre magasabb szintre lépünk, és nyilván olyan emberekkel is kell körülvenni magunkat, akik, akik hasonló, hasonló vannak, mint te, és akkor volt egy, bennem egy ilyen váltás, én akkor ezt el is mondtam az Endrinek, hogy nézd, ez van, és mondta, hogy jó, hát persze nyugodtan nem volt belőle probléma. Úgy, utoljára, amikor versenyeztem, akkor én egyedül készültem. Igen, néztem is vissza, így próbáltam visszatekerni az Instádon, és így a posztoknál már nem volt senki odaírva. Hát mondom, ennek nem volt edzője, vagy én nem tudom, mi van. <laughs> Igen, nem, az utolsó verseny, az utolsó szezonon begyedül készültem. Én úgy csináltam, hogy én gondoltam, mind a kémiát illetően, mind a kaját, mint az edzés, és uh, szerintem nagyon jó volt. Jó volt a kémia. Jó volt minden. <laughs> Csak uh, rájöttem arra, hogy egyedül, ez, egy, ez egy olyan sport, hogy ezt egyedül nem nagyon lehet. Nem volt felkészítőm, nem jártam hetente, két hetente pózolni. Nem jártam közös edzésekre, nem jártam sehova. ki miatt éreztem azt, hogy én versenyző akarok lenni. A füzesi tibiat, amit meg megláttam. <laughs> Megértem. Itt, itt van előttem, ahogy így húzza a bicepset, és úgy, anyád, ki ez a csáv. Akkor ott, ott, ott döntöttem, hogy én testépítő akarok lenni. Lenyomtad egyedül az utolsó szezonodat. Sok minden feladta a szolgálatot, így egészségterén, és így inkább úgy voltam hogy hagyom most ezt. Lement egy verseny, és egy verseny után mondtam, hogy hagyjuk. Azt Azért szerintem ahhoz nagy erő kell, hogy azt mondd, hogy köszönöm, elég volt, most várjunk egy kicsit. Ja, úgy, hogy főleg, hogy hónapok óta készülsz, ezt bele is betegettem, megbeszéltem magammal, jó, hát semmi értelme. Megbeszéltük szerinted? Á, hagyjad, á, jó van, akkor mindegy. Igen, mert ugye be kell látni azt, hogy oké, okay, nagyon motivált vagy, és, és nyomnád, meg, meg ha, ha, kell, fél lábbal is oda mennél, de van értelme? Igen. Fiatal vagyok. Hú, ez nagyon nehéz. Fiatal vagyok még, azt érzem, hogy van lehetőségem bennem, úgyhogy... Még egy pár éven. Még egy pár éven van, igen. És akkor jelengedtem inkább. Én is és, és egyébként hát a mostai mostani, mostani szezonra én úgy készült, készülök, hogy én mondtam a Bélának, hogy én úgy állok most ehhez az egészhez, hogy igazán száz százalékos formában még soha nem voltam. És nyilván ezért is kerestem fel őket, mert én, én nagyon szeretem őket, és hiszek a tudásukban. És mondtam, hogy én úgy akarok idén készülni, hogy... Nekem nincs ilyen terv, vagy kártya, vagy valami, mert én úgy érzem, hogy nem vagyok még ott, hogy én azt tudjam magamra mondani, hogy én profi versenyre induljak, vagy bármi. Egyelőre csak meg akarom nézni, hogy van-e ebbe lehetőségem. Uh -huh. De eddig azt mondták, hogy, hogy ő szerintük kurvosok. Aztán ezt majd meglátjuk. Aztok. Még annyira nem akarom így elsietni a dolgokat. De ez majd a ezt jó látni. Én ezt rontottam már, hogy nagyon ráfeszültem, nagyon akartam és nem tudtam azt mondani, mint te, hogy egy verseny után köszönöm szépen uh -huh. viszontlátásra, hanem mentem, és hiába mondta az edzőm is, ő látta, tudta, uh -huh. nem hittem neki nyilván. Persze. Uh -huh. És hajtott, benne, hajtott a tűz, ami volt bennem, hogy nekem kell a kártya, és utána meg már nem is a kártya, mert azt elengedtem, de hogy én menni akarok és csinálni akarom, és tök jó a versenyzés. És utána már látom, hogy abban volt volt olyan verseny, amit nem biztos, hogy kellett volna Persze. például, és, és azt gondolom, hogy sokkal jobb az, amikor nem feszülsz rá, és nincs rajtad egy plusz nyomás, mert ezzel egy plusz nyomás raksz saját magadra. Úgyhogy én is az idei szezonban, most tavasszal én azt akarom, hogy ne legyen rajtam ez a nyomás, mert nem elég, hogy én magamra raktam, ezt ugye közvetítettem, hogy én megyek a kártyáért, és azt visszafelé kaptam százezer embertől, és mindenki írt, és meg lesz a kártya, nem lesz meg, hogy sikerült, sikerült a kártya, most akkor megvan a kártya, hogy már ettől befeszültem, és nagyon-nagyon nehéz volt, és utána ki is írtam meg, videót raktam ki erről, hogy, hogy ezt engedjük el, és ne írjon senki, mert sokkal rosszabb érzés, Persze. mint maga az, hogy nem lett meg a kártya. Úgyhogy idén az a cél, hogy tényleg egy olyan forma legyen, hogy százszázalékos, ne csak 95, hanem százszerzalék, amit te is mondtál és ha százszerzalékos, akkor már egyszer már úgy is meg lesz a kártya, tehát hogyha ott van a formád, akkor már tehát az az elméletet hogy? Az az elméletem a versenyzéssel kapcsolatban, ugye rengetegszer látom ezt, akár most itt például nálad, vagy akár más sportolónál, ugye nagyon nagy problémát vagy üzét okoz az emberekbe, hogy oh, a profi kártya, meg, 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 csak úgy a versenyzés is, és én nekem egy elméletem van, én úgy megyek versenyezni, hogy hozzam ki magamból a száz százalékot, és hogyha azt tudom mondani, úgy nézek vissza a verseny napján, úgy nézek vissza, hogy ennél nem tudtam volna többet kardiozni, jobban kajálni, jobban edzeni, akkor teljesen mindegy, hogy Igen, meg lesz -e én vagy is nem. ezért nem voltam csalódott, mert mindig második voltam, folyton második lettem, és úgy voltam vele, hogy basszus, ennél többet napi két kardiónál, meg nulla szénhidrátoknál többet nem tudok tenni. Nem tudsz. És olyan, ott te már nyertél? Égy Mindig lesz egy jobb. Igen. Ez a ezért, ezért rossz egyébként ez a versenyzés, mert, mert ö, sose tudhatod, hogy kik indulnak. Mindig úgy mennek az emberek, hogy nyerni megyünk, meg csak az első hely. Persze ez valamilyen szinten jó, de ne ez vezéreljen szerintem, igen. hanem vezéreljen az, hogy te hozzá ki magadból mindent, igen. mert hogyha ez megvan, teljesen mindegy, hogy hanyadik leszel, mert annál többet úgy sem tudtál volna beletenni, szóval most, hogyha volt egy jobb, akinek jobb a genetikája, vagy, vagy több éve, ez, hát benne van, haver. Igen. Jobb az adottsága, hát ez van, így jártál. Ilyen Igen, ez van. a sport. És én mindig úgy élem meg amúgy, hogy én nagyon élvezem, amikor színpadon vagyok, tehát hogy nekem tényleg már az a győzelem, hogy, hogy ott vagyok, és, és volt olyan verseny, amikor felmentem, és emlékszem, hogy hátpóznál voltunk, és elsírtam magam, mert annyira jó de volt, jó. és fúra nem középen álltam, tehát nem, nem első helyre raktak, Persze. és így folytak a könnyen, hogy úristen, de jó itt lenni, meg a zene is nagyon jó volt, úgyhogy azt tökre élveztem. meg én azt nagyon szeretem ebbe az egészbe, hogy hogy jól érzem magam a hétköznapokban, hogy jó, minden, uh -huh. szeretek tükörbe nézni, és nekem az a győzelem, hogy ilyen formát meg tudtam csinálni, hát nekem ez teljesen jó így. Persze. Csak bárcsak úgy maradna úgy Igen. egész élet. Egyébként ott vagy a verseny napján, és felállsz a színpadra, meg lebarnítanak, az, az mindenért kárpótól. Az egész Igen. szezonért. Az az egy verseny. Kárpótól az egész három, négy, öt hat hónapos készülésért, amit eddig megszenvedtél, mert az a nap, az, az csak rólad szól. Igen. Az rólad szól arról, hogy mit tettél az asztalra, és, és mindenkit ez érdekel, hogy te mit hoztál, és, és ezt te meg tudod mutatni, és ennél gyönyörűbb érzés nincs, amikor felmész, és itt ott vagy, mutatod, hogy na ezért dolgoztam ez egész évben, és Igen. mindenki azt nézi, hogy te milyen vagy. Igen, és nekem még utána a képek, meg a videók. Hát Jó. engem az az egy életre kárpótol, hogy, hogy az ott volt, az meg van örökítve, valami nincs megörökítve. Nekem <laughs> is. Nekem is. Volt olyan Spanyolországban. Elfelejtették elindítani a kamerát. Na, de jó. És akkor indult el, mikor megyek kifelé. sziasztok, és akkor, akkor lesz elindítva. És akkor lett elindítva. Nem, volt, jó van. lejöttem a színpadról, és nem merték anyáik elmondani. Jó. És utána így adatták a telomat, így lapozgatok. Hát, mondom, szóval. itt valami kimaradt. Valami nincs. nézek rájuk, mindenki csak csöndbe. Nem mernek megszólalni. Hát, mondom, ezt nem hiszem el. De tényleg ez, hogy utána látod a képeket, az, az mindennél, mindennél jobb ha látnád, mert a tizedik Krikó és is volna. hát menni kell, és megnyertem akkor a junior kategóriát, és akkor így vártam a képekre, tudod. Eltelik néhány hét, így írok a... a fickónak, hogy na. Hmm. <gül> <gül> Lassan felkerülnek a... erre meg erre az oldalra. Jó. Felmegyek az oldalra, mindenkiről kint van a kép, hol nincs. Bocsi, nem láttam. Idén szeretnék képeket? <laughs> mondom, köszönöm szépen, nem. Hát ilyen jókat nem. Ilyen, annyira jó sikerültek az előző képek, hogy ne arra úgy nem <gül> <szeretnék>. <gül> jó, szóval én... és az tudjuk, hogy mi az hogy nem, nem készülti. Nem, 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 filmom nincs. Akkor arra, arra büszke voltam, nem azért, mert megnyertem, hanem hogy feltudtam állni a színpadra, mert hát ott akkor az, törött vállal. Akkori, nem, 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 el volt törve a vállam, csak ugye itt ripityára volt uh, roncsolódva, mert jó ugye, hangzik. mert ugye fával is ütköztem, oszloppal ütköztem, és akkor az áoszlop, a kocsinak az áoszlop, az így beszakadt egészen a kormányig ide, én még így volt, és így ráhajlott a vállamra, tudod. És akkor szilánkok voltak benne, minden, és így elkezdtek ott a sürgőség így sikálni, és akkor így elkezdtem sivalkodni a nővel, hogy mondom, haló, mondom, ez nagyon fáj, van. szerintem ott még van szilánk, azt ki kéne szedni elsőbb. Ja. <hül> és kezdődött hogy itt van két hely a vállamnál, itt egy nagyobb seb, és ott volt szilánk mind a két oldal, és annyira beledörzsött, hogy idegeket kicsit meg, meg, megszecskázta, és azóta nem tudom megfeszíteni az oldalsó vállamat. Jó, és ez nem De. hátráltat a versenybe? Eddig még nem hátráltatott. Edzésbe szoktam azt érezni, hogy idegesít, hogy mondjuk amikor unilaterális gyakorlatokat csinálok, akkor például a jobbat azt érzem, a balt meg nem. És akkor jó. Így próbálom így legyőzni magamba, tudod, hogy jó az, jó, le, jó az, jó az, igen. Meg eddig ilyen ö, szimetria probléma nem volt vele kapcsolatban, mert hogyha alapból van oldalsó vállad, akkor látszódnia kell. Uh -huh. Hát azért ez most később, hogy fog majd alakulni, kiderül. majd kiderül, persze, uh -huh. de eddig hál' Istennek nem volt belőle baj. Akkor felkészültél egyedül, és akkor utána? Egyik posztom alatt, pont amikor már idegbeteg voltam, hogy miért nem jöttek már meg a képek, és akkor kiraktam magamról egy ilyen rüssz képet, hogy na, most akkor most már csak kirakom, mert akkor elmondtam, hogy nem folytatom a versenyzést, mert akkor sem folytattam, mert akkor meg teljesen tropára mentem, annyira széthajtottam magam, és ott mondtam is, hogy lesz majd egy edzőváltásom. És akkor így arról nem nagyon jött interakció igazából, és utána nyilván egyedül felkészültem, azt éreztem, hogy nagyon nem jó egyedül, és akkor utána jött egy ilyen gondolatmenet, hogy ha legközelebb készülök versenyre, akkor csak csapat. Én. És akkor itt ment a dilemma, hogy hova mennék szívesen, és akkor nyilván egyértelmű volt, hogy én a Bélaikhoz szeretnék menni. Az a vibe, ami ott náluk van, uh -huh. az hasonlít az enyémhez. Én nagyon meg vagyok velük elégedve, meg ugye én szeretek poénkodni, lazáskodni, és velük lehet. Bélával is elmentünk most hát legutóbb bedzeni. A sztorikban ezt, ezt mindenhol. Állandóan megy a majonkodás, meg az oda vissza, a szurkálódás, a márkar is, meg minden, és így éneke, én úgy voltam vele, hogy velük szerintem közös, közösen meg tudnánk. Mm -hmm, találni van azt a közös a... hang. Így van, így van, így, Tök így van. Jó. Aztán kíváncsi ezek, hogy ez majd hogy fog alakulni. Hát reméljük, hogy meghozza a gyümölcsét, én nagyon szurkolok. Biztos, hogy meghozza. És egy remélem, szóval hogy csupán. jövőszer egyszerre fogunk versenyezni. Hát figyelj, hogyha nekem úgy alakul az idei, akkor biztos, hogy megyünk tovább. Úgyhogy... Így legyen. Aztán majd egyszerre megyünk kizé becsontosodott feljelben a csilébe, és így egymásra nézünk, most ne. Most nem, most, most nem videózunk. Megyünk tam, jó. <laughs> Igen. Na hát köszönöm szépen, hogy eljöttél. Hát én köszönöm a meghívást. Nektek pedig köszi, hogy végighallgattátok ezt a kis epizódot. Szerintem nagyon tanulságos lesz, vagy így érdekes lehet mások számára is, úgyhogy írjátok meg kommentbe, hogy nektek mi erről a véleményetek, vagy bármit, amit így gondoltok erről a témáról, és iratkozzatok fel a csatornára, nyomjatok kis csengőt, hogy kapjatok értesítést a legújabb epizódokról. Érkezem hamarosan más típusú videókkal is a csatornámra. Márknak az Instagramját megtaláljátok a leírásban, és igazából ennyi lett volna. Találkozunk a következő videóban. Sziasztok! Sziasztok! Oh. Hú, gyerekek! Öcsém. És most, ha most valami nem ment, a szopás. Én kiúrok az ablakon. <gül> szóval. <gül>